Mindenkit szeretettel köszöntünk. Dnes to bude v slovenskej reči. Ma szlovák nyelven lesz. Veríme, že Duch Svätý bude hovoriť k nám. Hisszük, hogy a Szentlélek szólni fog hozzánk. No a postavme sa, budeme sa modliť. Álljunk fel és fogunk imádkozni. Krátko sa pomodlím. Röviden imádkozom. Potom podám mikrofon ďalej. Aztán átadom a mikrofon tovább. És aki szeretne imádkozni. Jednou vetou by sa pomodlil. Egy mondattal imádkozom. Kto sa nechce modliť, tak podám mikrofon ďalej. Aki nem szeretne, az tovább adja a mikrofont. Drahý Pane Ježišu. Drága Úr Jézus. Ďakujeme ti. Köszönjük neked. Že si tu medzi nami. Hogy itt vagy közöttünk. Robíš divy a zázraky. Csodákat teszel. Bo ty si včera i dnes ten istý. Mert te tegnap és ma ugyanaz vagy. Ty si sa nezmenil. Te nem változtál. A ďakujem, že sa dotýkáš. És köszönöm, hogy érintesz. A meníš naše životy. És változtatod az életeinket. Skrze Božie slovo. Az Isten igéjén keresztül. A skrze Ducha Svätého. És a Szent Lelken keresztül. Amen. Amen. Že poprosím, kto sa chce pomodliť jednou vetou. Tehát kérem, aki szeretne imádkozni egy mondattal. A ten, kto sa nechce modliť, nech podá ďalej. És aki nem szeretne, az adja tovább a mikrofont. Drága Úr Jézus, köszönöm neked, hogy te mindenkor lehajolsz hozzám, hogyha bajban vagyok, és úgy érzem, hogy szükségem van a segítségedre. És köszönöm, hogy szólsz, és köszönöm, hogy nyitva vannak a füleim, hogy meghallalak téged. És köszönöm azt a szót, amit szóltál, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Úr Jézus, köszönöm neked ezt, hogy szóltál, és én ebbe kapaszkodok. És valóban dicsőíteni foglak, hiszem. Amen. Köszönöm, Uram, a te jelenlétedet. Amen. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si dobrotivý a hojný odpustiť a že máš mnoho milostí pre všetkých, ktorí volajú na teba. Amen. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az igazi valóság ebben az életben, és a te igéd élő és ható, és eljut az ízeknek megoszlásáig, és elvégzi azt, amiért küldetett Jézus nevében. Amen. Drahý Pane Ježišu, ďakujem ti za tú milosť, že môžem byť tu so svojimi bratmi a sestrami. Ja viem, že to nie je samozrejmosť, ale že to je milosť. Som tu a chcem počuť tvoj hlas. Chcem ťa spoznať lepšie. Amen. Nebeský drahý Otče, zvelebujeme ťa, tvoje sväté meno. A slávu Tvojej milosti, do ktorej si nás povolal, skrze Tvojho Syna Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti za to, že smieme k Tebe prichádzať, ku trónu Tvojej milosti. A tak ťa prosíme, daj, aby požehnanie spočinulo v moci Ducha Svätého i tohto dnešného odpoludňa na všetkých nás. Amen. Pane Ježiša, Ti ďakujem za Tvoju svetú krv. Ja Ti ďakujem za obed na Golgatskom kríži. Halelúja, Pane. Požehnaj nás i tento deň a požehnaj i slovo i tento deň a pomáž ho moci Ducha Svätého. Amen. Tak ja sa modlím, nebeský Otko, nech sa posvetí Tvoje meno na tomto mieste. Modlím sa, Pane, aby sa stala Tvoja vôľa dnes medzi nami a aby sme tak vrásli v poznaní Teba podľa pravého poznania. Pane, daj nám ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Teba. Je vyvýšené, Pane, Tvoje meno. Amen. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že sme ľud Tvojej pastvy. Nech si Ty požehnaný. Amen. Ďakujem Ti, Pane Ježiši, že som mohla byť dneska tu medzi týmito bratmi a sestrami a že Ty si tu medzi nami so svojím Duchom Svätým. Amen. Amen. Minden hála és dicsőség téged illet, Úr Jézus Krisztus, élő Isten fia. Amen. Ďakujem ti, drahý Pán Ježiš, že si nás našiel v našom stratenom stave a že ako ovečky si nás pritiahol k sebe a stále ťa potrebujeme a potrebujeme počuť tvoj hlas, lebo
chceme naplniť Tvoju vôľu. Amen. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista, Ti ďakujeme za tento čas a ďakujeme, že bude znieť Tvoje slovo, tak nám otvor náš um, aby sme rozumeli, čo nám chceš povedať. Amen. Ďakujem Ti, drahý môj Pane, že vedieš naše kroky, že nás prevádza životom, ochraňuješ a privíňaš k sebe. Ďakujem. Drahý Pane Ježiši, tak ja Ti ďakujem, že si nás previedol na toto miesto, že pred nami i dnes budeš prestírať stôl pred zrakmi našich nepriateľov, že sme mohli prísť tomu prameňu života, ktorým si Ty. Ďakujeme Ti, Pane. A modlím sa, Pane Ježišu, aby Tvoje slovo, ktoré bude dnes zvestované, padlo na dobrú pôdu srdca a aby tam, Pane, vzrástlo a prinieslo mnohonásobný úžitok. V mene Ježiš, Otče. Amen. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te nem azért jöttél, hogy elveszítsd a bűnöst, hanem hogy a bűnös megtartassék általad. Dicsőítem ezért a neved. Amen. Môžeme sa pozadiť? Helyet foglalhatunk. Teraz by som poprosil tých ľudí, ktorí majú svedectvá pripravené. Most azokat az embereket kérném meg, akiknek van elkészítve bizonságuk. Druhá sestra, najprv jeden brat. Először a testvér. Dáme bratom pred. Dobre. Skúsme taktie svedectvá tak nasmerovať, aby sme sa zmestili do tých 15 minút. Ak sa dá. Dobre. To bude krátke svedectvo. Bratia a sestry, som šťastný, že som tu medzi vami. A chcem vám také krátke svedectvo povedať, že nielen, že verím, že som na dobrom mieste, nem csak hiszem, hogy jó helyen vagyok, ale ja aj viem, že som na dobrom mieste. De tudom is, hogy jó helyen vagyok. A budem taký stručný, taký, aby ste to pochopili. Ilyen tömören szeretném röviden elmondani, hogy megértsétek. Nemal som s otcom dobrý vzťah. Nem volt az édesapámmal jó kapcsolatom. A keďže som hľadal Pána, és hogy kerestem az Istent, a som pochopil, že musím sa naučiť odpúšťať, megértettem, megtanultam, hogy muszáj megtanulnom megbocsájtani. No, tak som hľadal, pýtal som sa, modlil som sa. Kerestem, imádkoztam, kérdeztem. A potom som prišiel akože k otcovi. És aztán elmentem apám után. A keď sme sa rozprávali. És amikor beszélgettünk. A povedal som mu teda, že mám ho rád. És megmondtam neki, hogy szeretem. Tak sa mi vysmial. Akkor kinevetett. Tak som zostal taký smutný. Hát ilyen szomorú maradtam. No a išiel som ďalej, modlil som sa. Mentem tovább, imádkoztam. Potom som znova prišiel k našim. Aztán megint mentem a tiež szüleimhöz. Som mu vrával, že teda, že otec, mám ťa rád. És megint mondtam neki, hogy apám, én szeretlek. Otec sa mi zasmial do očí, vraví, ako pezdieža, čo? Aztán apám rám nézett és a szememben nevetett. No, tak som hľadal ďalej ten spôsob. Zase som sa modlil. Aztán kerestem tovább a módot, tovább imádkoztam. Bol som tu v Komárne raz tak v nedeľu. Egyszer voltam így vasárnap Komáromba. A už som bol taký spokojný, dá sa povedať, že som sa dobre napapal toho Božieho slova. És már olyan elégedett voltam. Išiel som spokojný domov. Jól a lelki eledelt magamhoz vettem, hazamentem. A pri odchode ma zastavil Csongor. És Csongor a hazamenetelem előtt úgy megszólított. On sa na mňa pozrel. Rám nézett. Nechceš modlitbu? Nem akarod, hogy imádkozzak érted? A ja mu vravím, už som mu chcel povedať, že vieš, tak mi je dobre, ani nie. Éppen már akartam volna mondani, hogy tudod mit, hogy olyan elégedett vagyok, hogy talán nem is. Potom som sa zastavil a vravím, dobre, poď. Modli sa za mňa. Aztán azt mondtam, hogy végül is igen, hogy imádkozzál, akkor értem. Modlil sa za mňa. Imádkozott, értem.
Rozlúčili sme sa, ja som išiel domov. Hazamentem, elköszöntünk egymástól. A tak asi to bola nedeľa a išiel som k našim v stredu. És ez vasárnap volt, és szerdán mentem a szüleimhöz. A tiež tak sedeli, rozprávali sme sa. És így ültünk, beszélgettünk. A zo mňa vyletelo, že... És kiröppent belőlem, hogy... Že, mami, oci, ja vás ľúbim, ja vás milujem. Anyám, én szeretlek benneteket. A oni začali plakať. És ők a ja tiež. Kezdtek sírni, és én is. A ja som vedel, že sa niečo stalo. És én tudtam, hogy valami történt. Tak rozlúčili sme sa, život išiel ďalej. Az élet ment tovább, elköszöntünk egymástól. A to som vám ešte nepovedal, že otec už bol v zlom stave, mal rakovinu. És ezt még nem mondtam, hogy apám már akkor rossz állapotban volt, mert rákos beteg volt. A skrátim to, že teda o pol roka. Lerövidítem, hogy fél év múlva. Tak zoslabol. Legyengült. Že ho zobrala zachránka. Hogy a mentős elvitte. Naši mi dali vedieť, že otec je v nemocnici. Tudatták a mieinkkel. Tak som zobral jeho veci a utekal som za ním. Hogy a kórházban van apukám, és tudottam utána a dolgaival. Čakal som, kým ho vyšetria. Megvártam, míg kivizsgálják. Uložili ho sestričky do postele. A nővérek befektették az ágyba. Ja som prišiel k nemu. Oda mentem hozzá. Chytil som ho za ruku. Megfogtam a kezét. Z druhou rukou som ho hladil po tvári. A másik kezemmel az arcát. A nikto to akože nečakal. És senki nem várta ezt. Lebo lekári vraveli, že dajú mu nejaké infúzie a ide domov. Mert az orvosok azt mondták, hogy kap infúziót és hazamegy. A ja keď som bol, tak stál som pri ňom 15 minút. De én egy 15 percet, ahogy ott álltam fölötte. Zrazu vydýchol. Egyszer csak kilehelt a lelkét. Bo ja som nechápal, že... Nem értettem. To je smrť. Hogy ez a halál. Utekal som za sestričkou. Futottam a nővér után. A volám ju, aby sa prišla pozrieť na mojho otca. És hívtam, hogy jöjjön megnézni apámat. A ona ešte na mňa vyskočila, že veď pred chvíľou ste prišiel. És ő még úgy rám mordult, hogy hát elébb jöttek. Tak ako pred chvíľou ste prišiel, tak čo tu vymýšľate? Elébb jöttek, mit találgat itt ön? A potom išla. Aztán jött. Pozrela na otca a mi vraví, že otec zomrel. Ránézett apámra és azt mondta, hogy apu meghalt. A poviem vám, že ja som ho držal, ja som ho hladil. Ahogyan fogtam és ahogyan simogattam. Ja som cítil ten pokoj. Én azt a békességet éreztem. A videl som, ako pokoji odchádza otec. És láttam, ahogy ilyen békességben távozott apám. A ja som cez tú bolesť a cez to ťažké. És én azon fájdalmon, nehézségen keresztül som začal ďakovať Bohu za mojho otca. Elkezdtem köszönni apámat, az Isten. Koľko som vládal, koľko to išlo. Amennyire bírtam, amennyire kijött. A ja z toho, čo som zažil, és én azt, amit átértem, aj keď som zažil s ním ťažké veci a nepochopiteľné ťažké, még akkor is, ha érthetetlen dolgokat éltem át, tak verím, že sa s ním stretnem. Hiszem, hogy találkozok pri našom otcovi. A mi otyánknál. Ja len toľko. Ennyi. Ja sa pamätám na toto svedectvo. Én emlékszem erre a bizonságra. Keď skrze modlitbu a milosť tá Božia láska prenikla do celej situácie. Amikor az egész szituációba belépett Istennek a szent lelke. A prevzala imádságon keresztül, Božia láska. Átvette a Isten szeretete a vezetést, a hatalmat. Dobre, ďalšie svedectvo viszont. Következő bizonság. Môžeš písať. Tak milovaní bratia a sestry, prajem vám Boží pokoj a Isten békességet hozom. Dlhé roky sa modlím a Pán mi dal zaslúbenie každému z vás, nie len mne, že budeme, keď budeme s ním kráčať a chodiť, tak budeme mať mnoho, mnoho svedectiev. Ígéreted adott Isten, hogyha vele fogunk járni, akkor nagyon sok bizonságot fog adni nekünk, megtapasztalást. Ako povedal Dávid, ahogy Dávid mondta, že vo veľkých zhromaždeniach budete vydávať svedectvo o Božej láske, o Božej vernosti a dobrote. A Isten szeretetéről és hűségéről fogtok ti beszélni. Chcem
sa zdieľať s vami. Je toho veľmi veľa, takže ja som sa tak modlila, hovorím, Pane, čo by som povedala. Možno poviem pár takých krátkých, alebo to jedno také, aby som do tých 15 minút sa vošla. Szeretnék megosztani veletek dolgokat. Sok van ebből, de bele fogok férni ebbe a 15 percbe. Jedno svedectvo začína asi tým, že sme pracovali s mojou dcérou, sme žili v Prahe. Az egyik bizonság azzal függ össze, hogy a lányommal Prágában dolgoztunk és éltünk. Ja som pracovala vo vojenskej nemocnici. Én a katonai kórházban dolgoztam. Ale v tom čase, ako sa táto udalosť stala, som pracovala vo Vinohradskej nemocnici. De abban az időben, amikor ez a dolog történt, az egyik kórházban dolgoztam. A stala sa taká jedna, pardon, stala sa taká jedna udalosť, že boli sme na takom tanečnom stretnutí židovských tancov. Ez olyan történet volt, hogy egy részesei voltunk egy ilyen zsidó táncos alkalomnak. A nejak teda pri tom točení sa dcere nejakým spôsobom vytkla noha. És valahogy ebben a zsidó táncolásban a lányomnak kibicsaklotta a lába. No a na tom mieste, nakoľko tam boli kresťania, tak sa jeden pastor hneď modlil. És amennyiben ott keresztények voltak, ott a pásztor mindjárt imádkozott érte. No musel ju doviesť domov, lebo nebolo možné ísť na tej nohe. No de mivel nem lehetett arra a lábra ráállni, haza kellett mennie. No a skrátka, tam, kde pracovala, to bolo jedno také zdravotné zariadenie. Ez egy ilyen egészségi intézmény volt, ahol ő dolgozott, lerövidítve. Kde no, lekár zhodnotil ten stav nohy a nejak to stiahol niečím. És ahol a orvos tulajdonképpen megállapította az állapotát. Lábának. No, ale nemohla chodiť, mala barle. De nem tudott járni, mert botok voltak, botjai voltak, járóbotok. A nakoľko mala takú pracovnú pozíciu, dosť veľmi dôležitú a bola tam potrebná v tej firme. De mivel ő egy vállalatnál dolgozott, ahol ő egy nagyon fontos státuszban volt. Tak zamestnávateľ jej povedal. Ezért a munkáltatója azt mondta neki. Janka, my ti budeme každý deň platiť taxík do roboty aj z roboty. Mi úgy fogunk neked fizetni. Len prosím ťa, taxi. Naponta. Áno. Len prosím vás, my vás tu potrebujeme, tak kérjük önt, hogy súhlasíte mi nekünk szükségünk van önre. Že súhlasíte s tým. Egyetért ezzel? Tak samozrejme, dcera súhlasila. Ő egyetértett a lányom természetesen ezzel. Na druhý deň prišiel taxík. Másnap jött a taxi. No a tak ten pán taxikár tak nejak chcel ako k žene jej trošku dvoriť a és ez a taxi sofőr egy kicsit udvarolni akart a lányomnak. No, vďaka pánu Bohu, že moja dcera teda rada hovorí o pánovi Ježišovi, tak pána hneď usmernila. Povedala mu svedectvo. Lányom mindjárt az Istenről beszélt neki, akkor mindjárt útba igazította. Svedčila mu o pánovi Ježišovi, hovorila mu v krátkosti evanjelium. Úr Jezusról beszélt ennek a taxi sofőrnek, röviden elmondta az evangéliumot. No a bolo to asi tak, ja neviem, 3 dni takto sa to odohrávalo. Ez ilyen 3 napig tartott ez a... A mne to stále nešlo. Ja som v tom nemala taký pokoj, hovorím. De nekem nem volt ebből békességem, mondom. Janka, ja vybavím u nás v nemocnici k jednému špecialistovi, ortopédovi. Janka, én elintézem nálunk a kórházban, ahol én dolgozom, az ortopédnál, egyik ortopédnál. Aby tú nohu znova pozreli. Hogy azt a lábadat még egyszer megnézzék. Tak áno, pozreli, aj dali ortézu riadnu. Megnézték és adtak neki. No a ortéza, také spevnenie, väčšie spevnenie. Ako dlaha podobné. A lábra ilyen szilárd. No a v podstate bolo jej treba prísť aj pomôcť domov. A hlavne do sprchy. De segíteni kellett a zuhanyozásnál is neki. No a už tak, jak som jej pomáhala, és ahogy én segítettem neki, lahla si na gauč, lefeküdt a kanapéra, a hovorí mi, mama, prosím ťa, poď sa za mňa modliť. Anyám, kérlek, gyere és imádkozz értem. A ja hovorím, ale veď som sa už doma modlila, a sa stále modlím. De hát mondom neki, én otthon is imádkoztam, én mindig imádkozok. Ale naliehala, tak ja som teda šla. A chcem iba ešte jednu vec zdôrazniť, preto to hovorím, že aké dôležité je Božie slovo. Még azt akarom mondani, hogy milyen fontos az Isten igéje, mert ő erősködött, hogy imádkozzak érte. Spojené s vierou.
és mégis azt akarom mondani, milyen fontos a Isten igéje hittel párosítva. Tak som prišla, zložila som ruky na tú nohu. Tehát akkor rátettem a kezem arra a lábra. A k mojemu srdcu prišlo slovo. És a szívemen átment az Isten igéje. Je to aj v Rímanoch, aj v Izaiášovi. Ézsajásba, rómaiakhoz írt levélbe is van ez. Aké krásne na horách sú nohy tých, ktorí zvestujú spravodlivosť, pokoj a radosť spásu. Len som to dopovedala. Ahogy elmondtam ezt az igét, hogy milyen gyönyörűséges a... azoknak a lábai, akik a igét hirdetik. Tak Janka kričí, mama, mama, ja mám oheň v nohe, mne ako noha keby horela. És ő annyira átélt valamit, azt mondta, hogy anyám, anyám, hogy olyan forróság van a lábamban, mintha égne. Tlak. Erő, nyomás. A v tom stala. És abban ő a táncoval. Fölkelt, és táncolni kezdett. Pán ju úplne momente uzdravil, az tak. Abban a pillanatban úgy meggyógyította. Že ja som teda videla veľa zázrakov na diaľku, čo som sa modlila, ale osobne som videla, toto bol zázrak módon, de ez pred mojimi očami. Az én szemem előtt, no a malo to pokračovanie, pán vie, čo robí. Az Isten tudja, mit csinál, volt folytatása. Že nie, ale že len prvý deň povedala taxikárovi evanjelium. Hogy nem, a taxisofőrnek nem csak elmondta az evangéliumot. On za tý, možno štvrtý deň, už neviem, mohol vidieť, sadla do taxíka. Ő láthatta ez a taxisofőr a negyedik nap, beszállni a lányomat a taxiba, és csak... A taxikár hovori, slečna, a čo sa stalo? És a taxisofőr kérdezte, hogy hölgyem, hát mi történt? No, veď som vám povedala. No, de hát én mondtam önnek. Že pán Ježíš je ten istý, hogy az Úr Jézus ugyanaz, dnes i na veky, tegnap, ma és mindörökké. A že on ma uzdravil. És ő meggyógyított engem. No, akože mama sa modlila, ale vysvetlila mu, že to není o mame, to je o Bohu, ktorý žije v nej. Anyám imádkozott értem, de elmondta, hogy az nem ő érdeme, hanem az Isteni, aki él. No a neviem, či ešte ďalší deň potom neprišiel a v podstate povedal, že si stiahli s manželkou Bibliu. Ako asi do nejakú aplikáciu Biblie. A že premýšľa o tom, o Bohu, ako by Božie slovo. Akože céra. Nie, ten taxikár. Taxikár, jo, taxikár. A taxisofőr elkezdett gondolkodni ezeken a dolgokon, amit a lányom mondott neki. No, a pán taxikár sa volal Abraham. Ó, és a taxisofőrt úgy hívták, hogy Abraham. No a ďalšie to bolo jedno svedectvo, kde pán ukázal svoju dobrotu a lásku, ktorej... És a másik bizonság az volt, hogy Isten megmutatta a jóságát. A keď prišla do práce, to bol ďalší zázrak. Ment a következő munkaidő munkába, az egy következő csoda volt. Samozrejme boli prekvapení. Természetesen nagyon meglepődve voltak a munkatársak. No a chceli mi tam otvoriť ambulanciu, aby som prišla liečiť. Ja, ő szerettek volna ott ilyen ambulanciát, no, vagy ilyen rendelőt nyitni, hogy menjek oda dolgozni. Tak samozrejme oni vedeli, že Janka je veriaca, tak nejakým aj potom povedala. Természetesen tudták ők, hogy Janka hívő, és hogy ez így alakult. Takže toto je také jedno svedectvo, kde to bolo na vlastné moje oči. Ami az saját szemem előtt történt. A jedno len krátke, teda poviem, bo to by sa nedalo. Jedno poviem len také krátke. Mne to príde, že ona je niekedy taký môj predbežec. Že ide dopredu, sa modlí a ja prídem a jednám. Pán, ste ze mňa. Ma, ako teraz, akože... Céra. Céra, igen, igen, értem. Tehát, hogy sokszor úgy van ez, hogy a lányom mindig úgy előttem megy egy kicsit, és imádkozik, én meg utána. Céru požiadala jedna pani v Bratislave. Pozsonyban egy hölgy megkérte a lányomat. V piatok opatrovať manžela. Pénteken az ő férjét, hogy gondozni. Ktorý už mal vysoký vek, možno okolo, možno 80. Akinek magas kora volt, már olyan 80 év körüli bácsi lehetett. No ale Janka, céra nemohla. A lányom nem tudott menni. Tak mi to navrhla, že aby som išla ja. Tehát így felajánlott, hogy menjek én. Ale ja po určitých skúsenostiach. De én egy pár ilyen megtapasztalás után. S opatrovaním. A gondozással kapcsolatban. Hovorím úprimne pánovi, páne, pôjdem jedine vtedy, keď mi ty povieš. Megmondtam az Istennek, úrnak őszintén, hogy csak ha te mondod, uram. A ako som sa tak modlila, tak... És ahogy imádkoztam. Prišlo mi slovo Mojžiš. A Mózesból jött egy ige elém. A ten pán sa volal totiž to Mojžiš. És azt az urat úgy hívták, hogy Mózes.
A keď som tak mala hlavu sklonenú a pýtala som sa Pána Ježiša, és le volt hajtva a fejem, és kérdeztem az Úr Jézust. Tak on sa ma opýtal, Duch Svätý. Megkérdeztett a Szentlélek engem. A vieš, čo znamená Mojžiš? Tudod te, mit jelent Mózes? A ja hovorím, áno, Pane, vytrhnutý. És én, igen, Uram, kiragadott. Hovorím, Pane, áno, už igen, viem. Igen, Uram. Mám odpoveď. Megvan a válasz, tudom. Pán bude vytrhnutý. Takže az idem. Az Úr ki lesz ragadva. Vagyis megyek. Tak som išla na druhý deň. Mentem a másnap. Prepáčte. Ráno na 8 hodinu. Reggel 8-ra. Prešla som k Pánovi a zrovna sedel. Oda mentem az Úrhoz, és szépen egyenesen ült. A modlil sa Otče náš. És imádkozta a mi atyánkot. A ja som si prisadla, keď práve povedal, nech príde tvoje kráľovstvo. És én akkor ültem, amikor éppen azt imádkozta, hogy jöjjön el a te országod. Tak som sa stíšila, domodlil sa. Lecsöndök söttem, én is imádkoztam. A ešte ten deň pán Mojžiš odovzdal život Pánovi Ježišovi. És még aznap ez a Mózes úr, ez a idős 80 éves odatta a lelkét az Úrnak. A bol nesmierne, veľmi, veľmi šťastný. És nagyon, nagyon boldog volt. To sa nedá opísať. Nem lehet körülírni. A dá sa povedať, že Pán mu dal, sa mi zdá, že rok a pol života ešte. És lehet ezt mondani, hogy Isten adott neki még időt? Másfél évet. Ja, pol roka. Áno. Takže chcem vás povzbudiť, že a ďakujem Pánovi Ježišovi za to, že niekedy si myslíme, že sme nedostatoční. Néha azt gondoljuk, hogy nem vagyunk elegek. Szeretnélek buzdítani benneteket. A že málo možno robíme pre Pána. Meg, hogy keveset csinálunk az Úrnak. Ale pre neho to málo de je veľmi veľa. Kicsi is nagyon sok. Takže veľmi ďakujem za tú milosť, ktorá nám bola daná, za tí zázraky, ktoré sme mohli vidieť. Ezt a kegyelmet, amit én megélhettem, ezeket a csodákat. Vošli my sme do Božieho slova, otvorme si Božie slovo. Mennénk az Isten igéjébe. A kto by ešte mal nejaké svedectva, tak keď skončí bohoslužba, tak bude ešte možnosť. Végén lesz lehetőség. Otvorme si Božie slovo. Nyissuk meg az Isten igéjét. List Rímanom. Rómaiakhoz írt levél. Monika prečíta po maďarsky a niekoho by som poprosil, aby to prečítal po slovensky. Monika felolvassa magyarul, és valakit megkérek, hogy szlovákul olvassa fel. List Rímanom 1, 16, 17 a 18. Római levél egy első rész. 16, 17 a 18. 16, 17, 18. Róma 1. Igen. Róma 1. 16, 17, 18. Igen. Akkor olvasd itt a könyvből. 1, 2, 3. Jó? Nem tudom, hogy van a Bibliában. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Az evangélium jelenti ki a hitből való igazságot a pogányok számára, akik az Isten haragja alatt vannak. Mert az Istennek igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Ennyi. Nyilkó viszont poproszik, de amit a posztolenszki precsítál, hogy köszöntje. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery. Lebo hniev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zdržujú pravdu neprávosťou. Ďakujem.
Božie slovo nám hovorí tu o Božom hneve. Az Isten igéje itt az Isten haragjáról beszél nekünk. Ale aj o Božej spravodlivosti. De az Isten igazságáról is. A o evangélium. És az evangéliumról is. Ľudia sa mnohokrát pýtajú. Az emberek nagyon sokszor kérdezik. Či je Boh dobrý? Hogy Isten jó-e? No preto sa tu pýtajú. És ezért kérdezik, azért. Lebo majú mnoho, mnoho problémov. A nagyon sok problémájuk van. A vidia to, že vo svete je všetko zlé. És látják, hogy a világban minden rosszul megy. Sú choroby. Betegségek vannak. Sú poviazanosti. Megkötözöttségek. Sú mnoho krádeži. Lopások. Nie je pravda. Nincs igazság. A preto spochybňujú Božiu lásku. És ezért kételkednek Isten szeretetébe. Skôr by som povedal, že ľudia vidia ten Boží hnev. Hamarabb inkább azt mondanám, hogy az emberek Isten haragját látják. Ten Boží hnev sa prejavuje mnohokrát tom, že sú choroby. Az Isten haragja sokszor abban nyilvánul meg, hogy betegségek vannak. Klamstvá sú. Hazugságok. Veci sa mnohokrát nedária, tak ako si človek nem bemyslí. Alakulnak úgy a jól a dolgok, ahogy az ember azt szeretné. Ľudia skôr zomierajú. Haldokolnak az emberek, meghalnak. Aj deti zomierajú. Gyerekek is. Na, oni, a ľudia myslia, že Boh sa hnevá. És az emberek azt gondolják, hogy Isten haragszik. Ale je to tak. De ez így van. Presne o tomto sme čítali to Božie pontosan slovo. Pontosan erről olvastunk az igében. Že sa Boží hnev prejavuje. Hogy igenis megmutatkozik Isten haragja. Všade, kde chodíme. Mindenhova, hova megyünk, járunk. Stačí, keď si zapneme televíziu. Elég, ha bekapcsoljuk a tévét. Sa ukazuje tento Boží hnev. Ez az Isten haragja mutatkozik. Ale prečo? De miért? Dokonca môže byť aj v našom živote. Végül az saját életünkbe is a lehet tasku, ilyen. Že Boh sa hnevá. Akkor azt kérdezzük, hogy Isten haragszik? Áno, Boh sa hnevá. Igen, Isten haragszik. Je ten Boží hnev. Van ez az mnohokrát, keď si pozrieme v novom zákone, sokszor, sa tento ha megnézzük ezt Boží az új szövetségben, píše Božie slovo o Božom hneve. Ír az Isten igéje, az Isten haragjáról. Ľuďom to zvyknem vysvetovať asi približne tak. Az embereknek így szoktam körülbelül elmagyarázni. Že keď niekto vedome alebo nevedome, ha valaki tudatosan vagy nem tudatosan, vstúpi na teritorium diabla, rálép a sátánnak, az ördögnek a teritoriumába. Napríklad zajde k veštici. Például elmegy jóshoz. Alebo zajde na rozličné miesta, kde je okultizmus. Vagy elmegy különféle helyekre, ahol okultizmus van. Môže to byť okultizmus rôzneho charakteru. Különféle karaktere lehet ennek az okultizmusnak. Tak vtedy človek vošiel do Božieho hnevu. Tehát akkor Isten belement az Isten haragjába, mert az ördög felség területére lépett. Ešte raz, človek vošiel do teritória Božieho hnevu. Igen. Az ember rálépett az Istennek a haragjába. A tam, ako sme prečítali toto Božie slovo, és ahogy most prichádza to Isten preto, gémét, azért lebo jön človek ez, je bezbožný, mert az ember hriechy, istentelen, bűnöket követel, a nechce veriť. És nem akar hinni. Pritom aj človek, ktorý nie je znovu zrodený, má napísané do svedomia Božie pravdy. Mindamellett az az ember is, aki nincsen újjászületve, a lelki ismeretébe bele van írva, vésve Isten dolga. Isten igazsága. Igazsága. Vie rozpoznať, čo je dobré a čo je zlé. Tudja, mi a jó és už mi a rossz. Už od začiatku. Már az elejétől fogva tudja. Čiže nemôže sa človek sťažovať, že nevedel, čo je dobré a čo je zlé. Úgyhogy az ember nem panaszkodhat, hogy ő nem tudta, mi a jó és mi a rossz. Ono sa to volá, že to svedomie naše. Ezt úgy hívják, hogy lelkiismeretünk. Aj keď nepoznáš Božie slovo, ha nem is ismered Isten igéjét, máš svedomie, van lelkiismereted, ktoré ťa môže ospravedlniť, amelynek téged felszabadíthat, môže ťa zachraňovať, megbocsáthat, môže ťa aj trápiť, megvédhet, de gyötörhet is. Človek potom, keď odchádza z tohto sveta, amikor az ember ebből a világból távozni készül, vchádza do Božieho, na Boží súd, és Isten bírósága elé, každý človek kerül, po svojej smrti ide na Boží súd. Minden ember a halála után megy Isten ítélőszék elé. Je to napísané v Božom slove. Megvan írva, keď telo zomiera a je pochované, vagyis amikor a test haldoklik, és már el van temetve, duch a duša vychádza z človeka, a lélek és a szellem kimegy az emberből, a tam sa stretáva s Bohom. Ott találkozik az Istenben. O tom to hovorí aj Jób. Erről beszél Jób is. Že bez tela uvidím Boha.
hogy test nélkül meglátom az Istent. Všetky naše hriechy. Minden bűnünk. Myšlienky. Gondolataink. Všetko, čo sme mysleli. Minden, amit gondoltunk, cselekedtünk. Je to tam napísané v našom svedomí. Oda van írva a mi lelkiismeretünkbe. Tam sa to otvára. Az ott megnyitódik a Isten ítélőszéke előtt. Rozoberá sa to tam. Részletesen szétszedődik az potom sú ľudia za to odsúdení. És aztán ezért az emberek el vannak ítélve. Dobrá správa je to. Jó hír az, čo bolo napísané. Ami meg volt írva. Čo je to evanjelium? Mi az evangélium? Evanjelium je víťazná správa. Az egy győzelmes hír. Toto je veľmi dôležité. Nagyon fontos že dolog. Evanjelium je pre každého jedného človeka víťazná správa. Hogy az evangélium minden egyes ember számára győzelmes hír. Čo je to tá víťazná správa? Mi az a győzelmes hír? Pán Ježiš prišiel preto. Jézus azért jött. Aby zobral naše hriechy vo svojom tele. Hogy levegye rólunk az bűneinket az ő testébe. A tam bol odsúdený náš hriech v jeho tele. És az ő saját testébe volt megbüntetve a mi bűnünk. To znamená, že my už nebudeme odsúdení na tom súde. Ez azt jelenti, hogy mi azon az ítélőszéken már nem leszünk el lebo sme odovzdali naše hriechy. Mert átadtuk a bűneinket. A hriech bol odsúdený v tele Pána Ježiša. És az a bűn meg volt büntetve Jézusnak a testében. On bol bičovaný za naše hriechy. Ő volt megkorbácsolva azért a preto bűnökért. Preto je dôležité pre každého. Azért fontos mindenki számára. Aby sme vedeli vyznávať naše hriechy. Hogy meg tudjuk vallani a mi bűneinket. Olutovať naše hriechy. Bánni. A prijať to ospravedlnenie. És elfogadni a megbocsájtást és a megtisztítást. Teraz mám otázku. Most van egy kérdésem. Kedy sme robili naposledy pokánie? Mikor tettünk utoljára bűnvallást, bűnbánattal? Nie jedná sa o neveriacich ľudí, ale o veriacich ľudí. Most a hívő emberekről beszélünk. Veľmi dôležité to robiť každý deň. Nagyon fontos ez minden nap. Ale nie za tie hriechy, ktoré už sme robili, za ktoré sme už robili pokánie. De nem azokért a bűnökről, amikért már igazából megbűnhődtünk. Ktoré sme už vyznali. Ja, amiket már megvallottunk. Ale to, čo robí človek, chybí každý deň. De azokat, amiket naponta az ember hibákat követel. Treba ich vyznať. Meg kell ezeket vallani. Vtedy, keď človek to vyznáva. Amikor ezeket az ember megvallja, kimondja és bánja. Mnohokrát ľudia prežívajú, že to niečo spadá z ich srdca. Sokszor az emberek átélik azt, hogy valami leesett róluk a szívükből, úgy valamitől megszabadultak. Keď prichádzajú ľudia k Pánu Ježišovi, amikor jönnek az emberek Jézushoz. A moje prítomnosti vyznávajú tie hriechy. És az én jelenlétemben megvallják a bűneiket, akkor meg szoktam kérdezni. Nem mindenkinél, de. Čo si prežíval? Megkérdezem tőlük, hogy mit éltél át? A keď to bolo naozaj z čistého srdca. És amikor ez tényleg tiszta szívből volt. Mnohí vyznávali to. Sokan azt mondták, že niečo z nich zliezlo dole, ako keby boli ľahší o niekoľko kíl. Hogy valami, mintha lemászott volna róluk, hogy könnyebbek lettek. No prečo? De miért? Za tým hriechom nestojí len ako hriech. Az mögött, a bűn mögött nem csak valamilyen bűncselekedet áll, nejaká myšlienka, valami nejaký gondolat, pocit. Gondolat vagy érzés. Ale za tým hriechom môže stať aj démon. De az mögött, a bűn mögött állhat démon is. Ten démon môže odchádzať, vlastne odchádza. És az a démon elmegy, elmehet, vagy elmegy. A človek cíti, že niečo z neho zišlo doma. És az ember érzi, hogy valami lement róla. Čiže ten démon môže odísť aj tým spôsobom, že človek vyzná ten hriech. Úgyhogy a démon úgy is lemehet róla, hogy az ember megvallja a bűneit. Ale nie len týmto spôsobom. De nem csak ezen a módon. Ale niekedy je potrebné aj vyznať hrieť, ale aj sa postaviť proti tomu, aby to odišlo. Mert van, amikor szükség van megvallani is a bűnt, és még ellene állni annak a... A ľudia zažívajú vlastne vyslobodenie. És az emberek átélik a felszabadulást. Čiže ak si vyznal hriech. Vagyis, ha megvallod a bűnödet. A cítiš, že ešte si stále poviazaný. És még mindig érzed, hogy meg vagy kötözve. Tak tam je potrebné byť aj vyslobodený. Akkor ott szükség van... A to je veľmi szabadulásra, szabadításra nálad. Že za tým hriechom, vagyis az mögött, a bűn mögött, nemusí byť len telesnosť. Nem csak testiségnek kell, hogy lehet, hogy csak az van, nem csak testiség lehet, hogy csak van. Pri niektorých hriechoch, áno. Vannak bűnök, amiknél csak valami testi dolgok vannak. Tam môže byť aj charakter človeka. Ott lehet a jelleme az embernek. Niečo tam môže byť dedičné. Vagy valami öröklött bűn dolog. Ale za mnohými veciami stojí
jednoducho Satan a démon. De bizonyos dolgok mögött kimondottan a Sátán démon áll. Preto keď človek veriaci robí hriech, azért amikor a hívő ember valami bűnt követel, rozmýšľa takto. Így gondolkodik. Však spravím ten hriech a potom to olutujem. Megteszem ezt a dolgot, most ezt a bűnt, és aztán megbánom. Áno, bude mu to odpustené. Igen, meg lesz neki bocsájtva. Ale neráta s tým človek. De nem számolt azzal az ember. Že môže tam byť aj tá poviazanosť. Hogy ott lehet az a megkötözöttség. Že ten hriech otvára dvere pred nepriateľom. Hogy az a bűn megnyitja az ajtót az ellenség előtt. A môže otvoriť dvere aj pred chorobou. És megnyithatja az ajtót betegség előtt is. Preto napisom v knihe Jakuba. Ezért van a Jakab levelében megírva. Že vyznávajte si navzájom svoje hriechy, aby ste boli uzdravení. Hogy bánjátok meg bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. S týmto treba rátať. Ezzel számolni kell. A keď toto poznáme, és ha ezt ismerjük, a keď toto vieme, és tudjuk, tak prichádza tá Božia bázeň, akkor jön az Isten félelem, aby sme to nerobili. Hogy ezt ne csináljuk. Preto prišiel, a to je tá dobrá správa. És ez a jó hír. Že preto prišiel Pán Ježiš Kristus. Azért jött Jézus Krisztus. Že aby zobral naše hriechy. Hogy elvegye a mi bűneinket. A keď sme ich vyznali, és ha mi azokat sú už na ňom. Már rajta a ten vannak. Hriech je už porazený. És az a bűn már megvan. Le van győzve. A dokonca aj ten nepriateľ, ktorý stál za tým hriechom, és végül az porazený. Az ellenség is, amelyik ez mögött, a bűn mögött állt, le van győzve. A už vieme, keď sme vyznali tieto veci, és már tudjuk, hogyha ezeket megvallom, a začneme chváliť Pána Ježiša za odpustenie, az Urat, és kérni az ő bocsánatát, kiszabadítását, tak vtedy tie hlasy, tie myšlenky toho nepriateľa odchádzajú. Akkor azok a hangok, meg azok a gondolatok az ellenségtől prichádza elmennek. Vyslobodenie od Ducha Svätého. Jön a Szent Lélektől az a felszabadítás. A človek má radosť. És az embernek öröme lesz. Sú Božie cirkvi, vannak Istennek stále olyan chcú, gyülekezetei, ktoré stále, egyházai, stále chcú ľudí držať pod hriechom a pod nátlakom hriechu. Amelyek, mintha az embereket mindig a bűn alatt akarnák tartani, és a nyomásai alatt. Hriešný, mindig azt mondja, hriechy, hogy az ember ilyen bűnös, meg olyan bűnös. Ale ak nebude cirkev hlásať, že sú hriechy odpustené, de nem fogja az egyház hirdetni azt, hogy a bűnök megvannak bocsájtva. A človek neprimete odpustenie. És az ember nem veszi át ezt a megbocsájtást. Tak keď príde na bohoslužbu, akkor ha elmegy egy Isten tiszteletre, a stále počuje, že človek je hriešný, és hriešný, állandóan azt hallja, hogy az ember bűnös, odchádza bűnös, z bohoslužby, hazamegy az Isten tiszteletre, nyomások alatt marad. Az isti to, že tá bohoslužba és rájön arra, hogy ez usvedčila z jeho hriechov a cíti ten tlak hriechov. Csak megerősítette, hogy igen, ő bűnös, és nyomások alatt marad. A odchádza ešte v horšom stave ako prišiel. És még rosszabb állapotban megy el az Isten tiszteletről, mint začali hlásať to evanjelium, ktoré napísané. De elkezdjük hirdetni azt az evangéliumot, ami le van írva. Že syn človeka prišiel, hogy az ember fia odpustil ti hriechy, azért jött, vyznal si hriechy a prijal si odpustenie, hogy megbocsássa a bűnöket, és elvegye a bűnöket. Igen, el kell venni a bűnök bocsánatát. Mármint, hogy az ember elveszi a bűnök bocsánatát prijať, az Úr Jézustól. Vtedy, keď si prijal odpustenie, és akkor, amikor te elfogadtad a megbocsájtást, a to nahlas vyznáš, és hangosan ezt kijelented, a veríš vo svojom srdci, és hiszel a szívedben, a povieš, és azt mondod, a povedz po mne, és veľmi, mond veľmi utána, potichu, nagyon csöndbe. Pani Isu, Úr Jézus, vyznal som všetky hriechy, megvallottam az összes bűnömet, robil som z toho pokánie, bűnbánatot tettem ebből, odovzdal som ti hriechy, átadtam neked ezeket a bűnöket, a teraz prijímam, és most fogadom, teraz prijímam, fogadom, odpustenie, a megbocsájtást. A prijal som odpustenie. És elfogadtam a megbocsátást. Verím tomu. Hiszek benne. Prijímam. Fogadom. Očistenie. Elfogadom a megtisztításodat. Tvojou krvou. A te véreddel. A vyznávam. És kijelentem. Že verím. Hogy hiszem. Že tvoja krv. Hogy a te véred. Ma práve teraz. Éppen most. Očistuje. Tisztít. A verím, že som čistý. És hiszem, hogy tiszta vagyok.
Je potrebné to takto nahlas povedať. Nagyon fontos ezt hangosan kimondani, nagyon fontos. Nemôžeš povedať, no ja verím niekde v srdci, ale nikomu som to nepovedal. Nem mondhatod azt, hogy én valahol szívszek a szívemben, de hát nem mondom ezt hangosan. Ďalší krok. Következő lépés. Je potrebné za tými hriechmi, čo stál Satán a démoni. Azok mögött, a bűnök mögött, amik mögött a sátán és a démonjai álltak, a nagyon fontos a bűnvallás után. Povedať asi toto. Ezt mondani. Menje Pána Ježiša Krista. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Odmietam. Elutasítom. Menje Pána Ježiša Krista. Jézus nevében. Odmietam. Elutasítom. Každého démona. Minden démont. Každú poviazanosť. Minden megkötözöttséget. Každú kliatbu. Minden átkot. Skrývajúci sa za hriechom. Ami megbújt a bűn mögött. Odmietol som to. Elutasítottam ezt. A to odišlo. És ez elment. Kliatba je zlomená. Az átok megvan törve. Mám odpustené hriechy. Megvan bocsátva a bűnöm. Nemám nic spoločného s démonom. Nincs a démonokkal semmilyen közösségem. Som slobodný. Szabad vagyok. Mene Pána Ježiša. Jézus nevében. Amen. Pán Ježiš ma vyslobodil. Az Úr Jézus kiszabadított, megszabadított. Ak si nie istý v týchto veciach. Ha nem vagy biztos ezekbe a dolgokba. Radšej to povedz 5-krát, 6-krát, 7-krát. Aby sa ti to zarilo do mysle, hogy a de aj do srdca. Értelmedbe és a szívedbe ez beivódjon. Aby si správne veril. Hogy helyesen tudj hinni. Aby si bol slobodný. Hogy szabad legyél. Od všetkých tých chorôb. Minden betegségtől. Od každých tých kliadieb. Minden átoktól. Od všetkých poviazaností, od každého démona. Minden démontól. Ktorý stál za hriechom. Ami állt a bűnöd mögött. Môžeš mať odpustené. Lehet, hogy megvan neked ez bocsájtva. A veríš tomu. És hiszed ezt. Ale ak v určitých veciach tieto kroky nespravíš. De ha bizonyos dolgokban ezt a lépéseket nem teszed meg. Môže ťa určitý démon prenasledovať, aj keď si veriaci celý život. Akkor is, ha egész életedben hívő vagy, követheti démon téged. Koľko svedectviet som počul? Annyi bizonságot hallottam. Som veriaci alebo veriaca? Hívő vagyok, mondta az illető. Vyznala som hriechy. Megbántam a bűneimet. A verím, že mám odpustenie. A ja hiszem, hogy megvan bocsájtva. Ale niečo ma viaže. De valami köt. Niečo je okolo mňa. Valami körülöttem van. A toto a toto sa stáva. És ez történik. Stále padám do tých vecí. Állandóan visszaesek ezekbe a dolgokba. Niečo chodí v mojej izbe. Valami járkál a szobámba. A stále sa mi nedária veci. Nem alakulnak a dolgaim. Možno máš vyznaté hriechy. Lehet, hogy megvannak a bűnök valva. Lehet, hogy meg is vannak bocsájtva. Ale nie si slobodný. De nem vagy szabad. Je napísané. Le van írva. Že Satan chodí okolo človeka. Hogy az ördög az ember körül jár. Hľadá, koho by zmátol. És azt keresi, kit nyelhet el. Možno nie si poviazaný Satanom. Lehet, hogy nem vagy a sátánnal kötődve. Ale v určitej oblasti môže prísť nepriateľ. De bizonyos részekben az életednek jöhet a ellenség. A on môže priniesť svoje veci do tvojho života. És hozhatja a te életedbe a saját dolgait. Je potrebné. Nagyon fontos. Aby nie Satan chodil okolo teba. Hogy te körülötted ne a sátán járkáljon. Ale Pán Ježiš. Hanem az Úr Jézus. Všade, kde chodíš. Mindenhol, amerre jársz. Aby si chodil s Pánom Ježišom. Hogy az Úr Jézussal járjál. Toto je dôležité. Ez a fontos. Ako budeš chodiť s Pánom Ježišom? Hogy fogsz járni az Úr Jézussal? V modlitbách. Hát imában. Keď sa budeš modliť. Ha fogsz imádkozni. Správnym spôsobom sa modlíš. Helyes módon fogsz imádkozni. A voláš na Pána Ježiša. És hívod az Úr Jézust. Budeš vybavovať veci. Fogod a dolgokat rendezni. Pane Ježišu, poď so mnou. A dolgai életed folyamán, és fogod hívni az Úr Jézust. Gyere velem, Úr Jézus. Pôjdeš s tebou. Megy veled akkor. Všade, kde pôjdeš. Mindenhova, hova mész, és hívod. Keď budeš chodiť v myšlienkách Božieho slova. Ha az Isten igéjébe fogsz a gondolataidban járni. V modlitbách. Imában. Tak sa tam nedostanú myšlienky nepriateľa. Akkor oda nem fognak beférni az ellenségnek a gondolatai. Ale ak nebudeš chodiť v myšlienkách Božieho slova. De ha a gondolataidban nem Istennel fogsz töltekezve járni. V myšlienkách Božieho slova. A Isten igényében. Gondolatban Isten igéje által, vagy Isten igében. Prichádzajú tam myšlienky sveta. Akkor a világnak a gondolatai fognak oda bejönni. Môžu tam prichádzať myšlienky démonov. Jöhetnek oda démonnak is gondolatai. Čiže ak sa začínaš modliť, tehát, hogyha elkezdesz imádkozni,
budeš kaziť prácu diablovu. A sátánnak el fogod rontani a munkáját. A prichádza na scénu Pán Ježiš. És a színre jön a Úr Jézus. Vyskúšaj to. Próbáld meg. Začni to takto chodiť. Kezdj így Začni to dávať do praxe. Kezdj gyakorlatba vinni. Uvidíš zmeny vo svojom živote. Meglátod az életedbe a változásokat. Povedz dneska, od dneska sa budem v kúse modliť. Mondd azt, hogy mától folyamatosan imádkozni fogok mindig. Uvidíš zmeny vo svojom živote. Od dneska budem rozmýšľať v Božom slove. Mától Isten igéjében fogok gondolkodni. Uvidíš zmenu vo svojom živote. Meg fogod látni a változást az életedben. Ak sa ti to stane denným poriadkom, ha ez lesz a napi rended, uvidíš zmeny. Meglátod a változásokat. Mnoho ľudí, sok ember, ak by sa modlili, ha imádkozni, ak by bojovali skrze Ducha Svätého, ha harcolna a Szentléleken keresztül, a Szentlélek segítségével, tie pasce, ktoré nepriateľ uložil na cestách. A azok a akadályok, amiket nem akadályok, hanem csapdák, amiket az ördög oda tett elére. By boli s Duchom Svätým rušené. Meg lennének szüntetve. Ak by sa človek správnym spôsobom modlil skrze Ducha Svätého. Ha helyesen imádkozna az ember Szentlélek által. Pravidelne. És rendszeresen. Mnohé choroby by vyšli. Kimenne sok betegség az emberből. Mnohé poviazanosti a myšlienkách a pocitoch by odchádzali. Sok megkötözöttség a gondolatokba, meg az érzésekbe elmenne. Všetko by sa menilo. Minden megváltozna. Skrze modlitby imádságon keresztül otváraš dvere pre Pána Ježiša. Nyitod meg az ajtót az Úr Jézusnak. Skrze modlitby a vieru a tvoje vyznanie a imádkozáson és hiteden keresztül és a kijelentéseiden keresztül bude chodiť Pán Ježiš pred tebou. Előtted fog járni az Úr Jézus, és fogja egyengetni az útjaidat. Ja som počul svedectvo. Én hallottam bizonságot. Keď sestra, ktorá sa obrátila, a testvérnő, amikor megtért, egy ilyen bizonságot poznala Pána Ježiša, megismerte az Úr Jézust, a hneď rozpoznala, že ak by žila veriaci život, nie náboženský, mindjárt meglátta, hogyha ő hívő életet élt volna, ani náboženský. És nem vallásosat. Ani by sa nemuseli rozchádzať so svojím manželom. Nem is kellett volna elválni a férjétől. Mnoho ľudí, čo pochopili. Sok ember, aki ezt megértette. Božie slovo. Az Isten igéjét felfogta. Že by mohli dostať pomoc od Pána Ježiša. Hogy segítséget kaphattak volna az Úr Jézustól. Neišli by za vešticami. Nem mentek volna Jóshoz. Mnohí ľudia, ak by pochopili Božie slovo, nagyon sok ember, aki megértette volna, čo aj pochopili, amit megértette, a začali sa tak modliť, és el is kezdtek úgy imádkozni, operácie boli zrušené. Azoknak a nagyon sok esetben operációk is átlettek húzva, nem kellett operáció. No prečo? Miért? Pochopili, čo je napísané, megértették, ami le van írva, začali sa modliť, elkezdtek imádkozni, Boh vstupoval do veci, az Isten belépett a dolgokba, a začali víťaziť. És elkezdtek győzni. A ich životy sa zmenili. És megváltoztak az életeik. Ich zdravie sa menili. Az egészségük. Vzťahy sa zmenili. Kapcsolataik. Ale to dennodenne. De ezt nap mint nap. Pravidelne. Rendszeresen. Kopu svedectví máme o uzdravení. Egy csomó bizonságunk van gyógyulásokról. Kopu svedectví máme, že sa vzťahy napravili. Csomó bizonságunk van arról, hogy a kapcsolatok rendbe jöttek. Len kvôli tomu, csak azért, že skrze modlitby, hogy az imádságon keresztül začali púšťať Pána Ježiša, elkezdték beengedni az életükbe az Úr Jézust, do každej situácie, minden élethelyzetbe, a Pán Ježiš bol víťaz, és az Úr Jézus volt a győzelem, a on priniesol svoje kráľovstvo, és ő hozta az ő saját királyságát, svoj poriadok, a saját rendjét, svoje rozmýšľanie, az ő saját gondolkodását, a nepriateľ bol zmarený, és az ellenség, nepriateľ a jeho plány boli zmarené, és az ellenség és annak a tervei meg nem valósultak meg. Možno ťa napádá jedna myšlienka, že už je neskoro. Lehet, hogy egy olyan eszedbe jut egy olyan gondolat, hogy már késő van. Késő. Ale dobrá správa je aj tá. De az is a jó hír. Že hoci kde si sa zatúlal. Hogy akár merre hoci ako by si mal život pokazený. Akár mennyire el volt rontva az életed. Ak sa ponížiš pred Bohom. Ha megalázkodsz Isten előtt.
prosíš o milosť. Kéred a kegyelmet. A začneš žiť veriaci život, a nie náboženský. Hívő életet élni, és nem vallásos életet. To znamená, voláš Pána Ježiša každý deň. Ez azt jelenti, hogy naponta hívod az Úr Jézus. A necháš, aby Pán Ježiš premienial tvoj život. És engeded, hogy változtassa az életedet. Môže sa niečo nové udiať v tvojom živote. Elkezdődhet valami új a te életedben. Hľa, učiním všetko nové. Poznáme toto slovo? Mindent újjá teszek. Íme mindent újjá teszek. Ez az ige. A toto je dôležité. És ez a fontos. Oci by si mala povedať, že máš 80 rokov. Mondhatod, hogy már 88 éves vagy, hogy már az élet mögötted van. A Pán Ježiš nové vie začať. Az Úr Jézus újat tud kezdeni. Vo všetkom. Mindenben. Mám otázku. Tešíme sa tejto správe? Van egy kérdése. Örülünk ennek a hírnek. Chceme takto vykrošiť? Akarunk így kilépni. Tak to dovolme Pánu Ježiš. Akkor engedjük meg ezt az Úr Jézusnak. Dobre. Si víťaz. Győzelem vagy. Győzelem vagy. Stáňme, pomodlíme sa. Álljunk fel és imádkozzunk. Povieme jednu spoločnú modlitbu. Mondok egy közös imát. Opakujte po mne. Ő ismerte, to po slovensky, to po maďarsky. Utána magyarul, szlovákul, csendesen. Drahý nebeský Otče. Drága mennyei Atyám. Prichádzam pred teba. Jövök eléd. Taký, aký som. Úgy, ahogy vagyok. Lutujem všetky tieto hriechy. Sajnálom, bánom minden bűnömet. Lutujem, že som žil náboženský život. Bánom, hogy vallásos életet éltem. Vo svojom srdci som žil svetský život. A saját szívemben világi életet éltem. Odpusť mi to, Pán Ježiš. Bocsáss meg nekem ezt, Úr Jézus. Odpusť mi, keď sem môj život szroszkotál. Bocsáss meg, amikor az életem hajótörést szenvedett. Chcem žiť nový život. Új életet akarok élni. Vstup do mojho života. Lépj be az életembe. Ďakujem, že vstupuješ. Köszönöm, hogy belépsz. Dávam všetko pod tvoju autoritu. Mindent a te autoritásod alá helyezem. Pod tvoju moc. A te hatalmad alá. Ty si zničil diabla. Te megsemmisítetted az ördögöt. Ja sa od neho oddelujem. Én el határolódok tőle. Oddelujem sa od každej choroby. Elhatárolódok minden betegségtől. Každej nemoci. Minden nyavajától, betegségtől. A dávam sa pod tvoju autoritu. És a te autoritásod, hatalmad alá teszem magam. Ďakujem, že práve teraz ma vyslobodzuješ. Köszönöm, hogy éppen most szabadítasz. Uzdravuješ. Gyógyítasz. Dávaš mi novú šancu. Adsz egy új esélyt. Nový život. Új életet. Ďakujem ti. Köszönöm neked. Prijímam to, Pane Ježišu. Elfogadom, Úr Jézus. Ďakujem, že robíš zmeny. Köszönöm, hogy változásokat teszel. Mene Pána Ježiša Krista. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Teraz by som poprosil, kto ešte má nejaké krátke, naozaj krátke. Most tényleg csak azt kérem, akinek tényleg nagyon rövid bizonsága volna. Je možné to povedať? Van lehetőség elmondani. Druhá vec, by sme vkročili do niečoho, čo sme nezvykli. A másik dolog, hogy belépnénk valami olyan, amiben nem szoktunk. Kto by mal nejakú vec, za ktorý by sa je potrebná, aby sa zhromaždenie pomodlilo, tak je možné prísť a povedať krátko a bude akinek sa szüksége volna most olyan dologra, amiért szeretné imádkozni, akkor ide jöhet és a gyülekezet imádkoznánk érte. Ja viem, že sú veci, ktoré nepatria pred zhromaždenie. Én tudom, hogy vannak dolgok, amik nem tartoznak a gyülekezet elé. Pred mnoho ľudí, ale sú aj takí ľudia, čo majú odvahu a výjdu a povedia, že de vannak emberek, akiknek van bátorság, úgy kijönnek és megmondják. Potrebujem sa modliť za túto a za túto. Hogy igenis, ezért és ezért szüksége van imádkozni. És most van erre lehetőség. Alkalom. Tak je niekto, ktorý mal by mať svedectvo ešte nejaké? Akinek van bizonsága. Koti, nagyon röviden szeretnék kérni. Potreboval by som, kto by prekladal do slovenčiny. Valika, nie, ideš? Prídeš ty? Poď, Valika. No, ja do slovenčiny asi si netrúfam, ale poď. Régebben voltam itt. Už som tu dávno nebola. És a legutóbb, amit tettem bizonságot, az arról szólt, a naposledy, čo som tu hovorila svedectvo, tak bolo to o tom, hogy az igazgatónőtől kaptunk, mint nevelők, ilyen figyelmeztetést.
že sme dostali my vychovávateľky napomenutie od riaditeľky. Hogy és abba annyira olyan volt ez a figyelmeztetés. A vtedy také bolo to napomenutie. Hogy beleírta, hogy a munkahelyünket is elveszíthetjük. Že bola ohrozená naša pracovná pozícia. Hát én nagyon az Úr elé mentem. A ja som tak veľmi išla pred Pána. És hát imádkoztam, érte. A som sa za to modlila. És én itt is meg akarom köszönni, hogy volt egy alkalom. A chcem aj poďakovať tu, že bola jedna príležitosť. Amikor a Valikával és Ivánnal is imádkoztunk és beszélgettünk a dologról. Keď sme sa s Valikom a s Ivánom modlili za túto vec. És az Úr ezt a szót adta nekem, de tényleg egy szót az igéből. A Pán mi dal slovo z Božieho slova. Hogy a kimenekedést is megadtam. Že dal som ti aj východisko. Tehát nem, hogy megadom, hanem megadtam. Že dal som ti. Nie, že dám ti, ale dal som ti. És én ebbe úgy belekapaszkodtam. A ja som sa toho tak chytila. És azt tapasztaltam, hogy gondolatba viszont mindig visszatértem ahhoz, hogy mit fogok én a igaz, mert készültünk vele beszélgetni. Lebo chystali sme sa hovoriť s riaditeľkou. És mindig arra gondoltam, hogy mit fogok neki mondani. A ja som stále rozmýšľala o tom, že čo jej poviem. Vagyis emberileg próbáltam a érveimet összeszedni. A ja som si tak snažila pozbírať myšlienky. És mindig a igével állítottam le magam. A stále som sa pri Božom slove zastavila. Božím slovom som sa chcela. Nem, az Úr megadta a kimenekedést. Že Pán dáva východisko, dal. És azt érzékeltem, hogy gondolat, harc folyik bennem. A tak som to tak vnímala, že mám taký boj v myšlienkách. És de mondom, beszélni megyek, valamit kell mondanom. Ale som vedela, že musím s ňou hovoriť, tak niečo musím povedať. És akkor az Úr meg azt így szólt. A vtedy ku mne tak prehovoril Pán. Hogy hagyjad majd a Szentlélek abban az órában megadja. Že nechaj to tak, že potom ti Duch Svätý dá, čo budeš hovoriť. És megmondom őszintén, hogy amíg nem került a beszélgetésre sor. A poviem vám úprimne, že kým neprišiel čas k tomu rozhovoru. Akkor ez a harc folyton folyt bennem. A tak stále som mala v mojej mysli taký boj. És előtte egy nappal éreztem azt, hogy sikerült ezt megharcolnom. A jeden deň pred tým rozhovorom som to vnímala, že sa mi to podarilo vybojovať. Mert azt mondtam, hogy nem, az Úr megadta, kész. Že som hovorila, že Pán mi to dal. És átéltem azt, hogy távoz tőlem. A som prehlasovala, že odíď odo mňa. Úgyhogy ennyi dicsőség az Úrnak. Tak toľko, sláva Pánovi. A ešte niekto nejaké krátke svedectvo? A még valakinek rövid bizonsága. Ja by som chcela povedať dneska také svedectvo, ktoré som naozaj že dnes prežila. Én olyat szeretnék mondani, amit tényleg ma éltem át. Csongor sa spýtoval, že... Csongor kérdezte. Že kedy sme činili pokánie. Hogy mikor tettünk bűnbánatot. A ja som činila dnes. És én ma tettem. A keď som vlastne sem išla... Mikor jöttem ide. Tak som si tak hovorila, že veľakrát som už vyznala svoje hriechy. Tak úgy azt mondtam magamnak, hogy olyan sokszor már megvallottam a bűneimet. A že som nezažila také, som tak Pánovi hovorila, že som nezažila ako keby takéto očistenie. De mondtam az Úrnak, hogy nem éltem át ilyen megtisztulást, szabadulást. Že by som naozaj tak prijala, zažila také úplné očistenie. Amikor tényleg dolgoktól való szabadulást úgy átélném. A teda chcem iba svedčiť o tom, že vlastne aj toto zhromaždenie bolo ako keby
bolo odpovedou na tú moju modlitbu. És szeretném elmondani, hogy ez a én imámra, ez a mai közösség egy válasz volt. A že aj počas toho slova mi pán odpovedal. Szólt hozzám az Úr a ige hirdetés közben is. Aj na konci a végén is. Sama dotkol. A megérintett engem a dicsőítés dalokon keresztül is. A ja nerozumiem po maďarsky. És én nem értek magyarul. Az is 4 slova dokami. Talán csak olyan 4 szót. Ale že pán sa dotýka Duchom Svätým. De az Úristen a Szent Szelleme lelke által érint meg. Veľmi hlboko na maďarských chválach môjho srdca. Nagyon mélyen a magyar dicsőítő dalokban a szívemben, nagyon mélyen érintett meg. A ja verím, že to nie je preto, lebo, és én hiszem, lebo hogy ez nem, chvály sú lepšie. És én nem, hiszem, hogy nem azért van, mert a magyar énekek jobbak. Lebo rovnako sa ma dotýka aj na slovenských chválach. Mert ugyanúgy megérintenek a szlovákok is. Ale preto tak, ako Monika sa modlila. De úgy, ahogy a Monika imádkozott. Že mi nebudeme spievať. Hogy nem fogunk énekelni, hanem budeme chváliť Pána. Dicsőíteni fogjuk az Urat. Tehát ezt. Amen. 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 Prosím, egy ďalších odvážnych. Kérünk még más bátrakat. Samozrejme aj tých, ktorí sa chcú pomodliť za určité veci. Persze, azokat is vágyjuk, akik bizonyos dolgokért szeretnének imádkozni. Ja som presne to prežila, čo Csongor hovoril. Én ugyanazt éltem át, amit a Csongor mondott. Asi v stredu alebo vo štvrtok to bolo večer. Szerda vagy csütörtök este volt ez. Môj muž prišiel za mnou a ma tak napomínal v jednej veci, že toto si nehovorila dobre, že takto by si nemala hovoriť. Jött utánam a férjem és úgy megfeddett, vagy úgy megmondta nekem, hogy ezt és ezt nem mondtad jól. Akkor és akkor. A ja som to prijala, že dobre, máš pravdu. Én ezt úgy elfogadtam, hogy jól van, igazad van. A chcem z toho činiť pokánie a už nechcem takto žiť ďalej. És már szeretnék ebből bűnbánatot tartani, és nem akarok így élni tovább. A tak sme sa modlili za to. És imádkoztunk ezért. A naozaj, že som pocítila také uvoľnenie, až také oslobodenie. Tényleg átéltem egy olyan fölszabadulást. Že som bola úplne taká nadšená z toho. Hogy tényleg olyan örömöm lett že belőle. Že som potom mala problém zaspať. Hogy utána nem tudtam elaludni. Tudtam elaludni se. Sláva Pánovi. Dicsőség Istennek. Tak vidím, že Valika nám otvorila ďalšie cesty. Láttom, hogy a Valika kinyitotta nekünk az új utakat. Odvážná sestra. Bátor testvérnő. Jednoduché, ale veľmi silné svedectvo. Egyszerű és nagyon erős bizonságtétel. Áno, ty Janka. Te Janka, igen, te gyere ide. Ďakujem, že si sa hlásila. Köszönöm, hogy jelentkeztél. Azt mondja, nem jelentkezett. Tak ja tu sedím a naschovávam to svedectvo trošku, tak musím sa mať odvahu. Muszáj, hogy bátorságom legyen. Hej, to ešte nech sa modlím za také akože nadprirodzené, že po maďarsky. Hogy ilyen természet fölötti dolog ér, imádkozok, hogy tudjak ezt magyarul. Aby si mala mennyi práce. Hogy kevesebb legyen a munka. Ja by som k tomu slovu chcela tiež podať svedectvo. Én is szeretnék ez a szóhoz, igéhez szólni bizonságot. Ja som teraz v novembri bola skoro 3 týždne chorá. Én most novemberben 3 hétig beteg voltam. A tým, že podnikám, tak dosť to bolo pre mňa náročné. És ez nekem nagyon igényes dolog volt, mert vállalkozok. A modlila som sa, vyznávala som hriechy. Imádkoztam, bűneimet megvallottam. Za pár dní to odišlo. Pár nap múlva elment ez a betegség. A vrátila som sa do práce. Visszamentem a munkába. 4 dní som odpracovala. 4 napot ledolgoztam. A nemoc sa zase vrátila. És visszajött a betegség. Tak prišli zase pochybnosti, samozrejme, hát megint kételjeim jöttek, som nestala vo viere, hogy nem álltam úgy hitben. A tak si každý hovorí, to musíme vyležať, nie? És mindenki mondta, hogy ki kell feküdnöd. A potom, ezt a betegség. Teraz som to nejakých pár dní zase bola doma. Akkor megint pár napig otthon voltam. A hovorím si, že toto nie je normálne. És mondom, hogy hát ez nem normális. A vrátila som sa do práce. Visszamentem a munkába. A som odpracovala a večere zase prišli teploty. Ledolkoztam, és este megint jöttek a hőemelkedések, lázak. A prišlo mi aj to slovo, že zavolajte si starších zboru. Jött az ige nekem, hogy hívja a gyülekezet véneit. Vyznávajte hriechy. És bánjátok még bűneiteket.
Nech vás pomážu olajom a modlia sa za vás. Igen, és imádkozzanak értetek, és érted, és kenjenek meg olajjal. Prišlo mi na srdce, že mám zavolať bratovi Csongorovi. És úgy jött a szívem, hogy fölhívjam a Csongort testvért. A tak som mu povedala situáciu. Elmondtam neki a situációt, a helyzetet. Tak to opakujem, že som vyznávala hriechy, že už sa modlím proti tomu. Hát mondtam neki, hogy én már imádkozom és megvallottam a bűneimet, úgyhogy én már megyek ez ellen, a betegség ellen. Ale dôležité bolo aj to, aby som vlastne neprijala tie príznaky. De fontos volt, hogy én ne fogadjam el azokat a tüneteket. Že presne stala som vo viere. Hogy pontosan, hogy álltam hitben. A povedala som duchu choroby, aby odišiel. És mondtam a betegség lelkének, hogy menjen el. A aby sa už nevracal. És hogy már vissza nem jön, ne jöjjön. Tak pomodlili sme sa. Imádkoztunk a Csongorral. A na druhý deň vôbec som sa na to necítila. És másnap egyáltalán nem éreztem akože úgy magamat. Ugyanúgy jöttek a szimptomák. A ja hovorím nie, že musím ísť vo viere. És mondtam, hogy nem, nekem muszáj hitben megállnom. Duch choroby odiť. És azt mondtam, hogy elmész innen, betegség szelleme. Išla som do práce. Mentem munkába. A všetko odišlo. És minden elment. Postupne úplne tie szimptomák. Folyamatosan a szimptomák elmentek. Mám ešte niekoho? Mám még valaki. Ott ti testvér. Ottó testvér. Most nem. Most nem. Más valaki témája van. Jó, akkor gyere. Gyere röviden témája. Hovorí témája, že každý má svedectvo, neviem prečo tu sedia. Régebbi bizonságot fogok mondani. Budem hovoriť také staršie moje svedectvo. Azzal kapcsolatban, hogy nem mindegy, hogy mit fogadunk el. V súvislosti s tým, že nie je to jedno, čo príjmeme. Akármennyire közeli is a másik. Hoci ako je blízko ten druhý. Nem lehet elfogadni a kijelentéseit, ha az nem azonos az Úrnak a kijelentéseivel. Nemôžeme prijať jeho slova, vyhlásenia, keď oni nie sú v zhode s Božím slovom. Én ezt pár tíz évvel ezelőtt sajnos beleestem ebbe a hibába. Ja som už pred pár, možno aj 10 rokmi padla do tejto chyby. Annak ellenére, hogy szerettem az Úr Jézust. Aj napriek tomu, že som milovala Pána Ježiša. És ő is szeretett engem, ebben biztos voltam. Aj on mňa miloval, v tom som si bola istá. A másiknak a hatása miatt. Ale kvôli vplyvu toho iného človeka. Elkezdtem magamról rosszul gondolkozni. Som začala o sebe zle rozmýšľať. És elveszítettem az isteni identitásomat. A stratila som identitu v Pánovi. Csak azért, len preto, mert elhittem, amit mondott rólam. Lebo som uverila tomu, čo hovoril o mne. Csak azért, len preto, mert azt gondoltam, hogy fölém van helyezve. Lebo som tak rozmýšľala, že on je nado mnou, ako autorita, alebo tak. Nie. És én engedelmes vagyok neki. A ja som jemu poslušná. De nem mindenbe. Ale nie vo všetkom. És ez jó 20 évig tartott. A to možno aj 10 rokov trvalo. 20 rokov, pardon. Amíg ilyen teljes amortizáláson mentem keresztül. Keď som prešla amortizáciou, áno. Addig a pontig. Až do toho bodu. Amíg összeomlottam. Kým som sa nezrútila. És már nem tudtam meghatározni, hogy mi az igazság. A už som nevedela rozlíšiť, že čo je pravda. Közösségbe elmentem. Som išla do spoločenstva. És egy testvéren keresztül kijelentette az Úr, hogy mi a baj. A cez sestru, cez brata mi pán povedal, že v čom je problém.
Nagyon furcsa volt, hogy a változás nekem kell elindítani. Že ja som musela začať so zmenou. Úgy éreztem akkor, hogy nem fog menni. A som si myslela vtedy, že mi to nepôjde. És imádkoztak fölöttem. A modlili sa za mňa. És a méltatlanságnak a démonát űzték ki belőlem. A vyhnali zo mňa ducha nehodnosti. Ez azért volt furcsa, mert nem is tudtam, hogy az ott van. A preto to bolo také čudné, lebo ani som nevedela, že je tam. Amikor kimondta a testvér ezt. A keď toto povedal ten brat. Hogy az Úr nevébe a méltatlanság szelleme távozzon. Že v mene Ježiša Krista vidí ty duch nehodnosti. Tudtam, hogy ő volt mögöttem vagy fölöttem. Ja som vedela, že on bol nado mnou. Egyből ráláttam. Hogy az az igaz, igazság. A tak som hneď uvidela, áno, tú pravdu. És abba a pillanatba szabadultam, ott, akkor. A v tom momente som bola oslobodená tam. Utána ugyanez a process következett, amiről ma itt szó volt a imádsággal kapcsolatban. A potom bol ďalší proces, ako je, o čom dneska bola reč pri modlitbe. És el kellett sajátítanom a helyes imádságnak a rendszerét magamba, vagy a életembe. Helyes imádságnak a rendszere. Szabályszerűen kezdtem harcolni. Že som sa začala pravidelne a tak systematicky modliť. Mert a körülmény ugyanaz maradt. Lebo tie podmienky ostali rovnaké. Ugyanúgy hallottam minden nap. Stále som toto počúvala každý deň. Csak egy valami változott. Len jedno bolo, čo sa zmenilo. Hogy Istennek a szelleme annyira fölépített és megerősített, hogy az ige valóság lett bennem. Že slovo sa stalo skutočnosťou vo mne. És visszakaptam a identitásomat. A som získala naspäť svoju identitu. Az örömömet. Aj radosť. Az önbecsülésemet. Aj seba hodnotenie alebo seba úctu. És alázatba is tudtam maradni az mellett, aki mellett ez megtörtént. A som vedela ostať v pokore s tým človekom, skrze ktorého toto sa stalo. Tehát nem fordult át gyűlöletbe. Že som nepadla do nejakej nenávisti, alebo... Vagy igazságszolgáltatásba. Alebo také nejakej malo nespravodlivosti, alebo seba... spravodlivosti, áno. És csak azért mondom, csak hogy megerősítsem azt, amiről szó volt, hogy működik. Len preto to hovorím, že chcela by som nejak počiarknúť, že toto slovo, čo tu bolo hlásané dnes, že to pôsobí, je to pravda. Még akkor is, hogyha teljesen el voltam gyöngülve abba állapotba. Aj keď som bola úplne takom slabom stave, zaslabnutom. És akkor azt gondoltam, hogy nem fog ez, szóval nem fogom tudni ezt végigcsinálni. A som si myslela, že toto nezvládnem, toto robiť ďalej. Csak az Úr sokkal nagyobb enné. Ale Pán Ježiš je od toho oveľa väčší, mocnejší. És ha kijönti a szent lelkét, keď on vyleje svojho ducha, és megerősödünk az igének a igazságába, a keď sa posilníme v pravde slova Božieho, ez a kettő párosul, és ez mint egy cunami végigviszi az embert. Nincs ott ellenség. Áno, a keď sa toto spojí, tak potom ako v moci sa prejaví. És akkor kapcsolom is mindjára ima kérésemet is. A zapojím hneď do toho aj moju prosbu o modlitbu. Ez a állapot a mai napig fönnáll. Lebo tento stav ešte stále pretrváva. És a másikba egyre nagyobb károkat okoz az ördög. A veľké škody robí ten diabol cez toto. V tom druhom. Aha, v tom druhom človeku, áno. Igen, ktorý... és ezért szeretnék imádságot kérni. A preto prosím o modlitby. Hónapok óta abban vagyok benne, hogy az Úr a megújulást fogja hozni, a kimenetelt fogja hozni. Alebo ezért imádkozok, ezért harcolok. Už mesiace sa za to aj modlím, že aby Pán priniesol zmenu do tohto stavu. Mert tarthatatlan a helyzet. Lebo je neznesiteľná tá situácia. Hogy szabaduljon az a másik, az ördög hatalma alól, a uralma alól.
aby bol oslobodený ten druhý človek od nadvlády toho zlého. Nagyon megköszönném, mert a ketten vagy hárman összejönnek az ő nevébe, akkor cselekszik meg. Veľmi bola vďačná, keby sa jeden, dvaja ľudia za mňa modlili. Poprosím, aby sme sa postavili. Kérem, hogy álljanak föl. Ja sa budem za drahú sestru modliť po slovensky. Fogok a kedves testvérnőért szlovákul imádkozni. Monika bude prekladať a ostatní nech si svoje dlane natiahnu na drahú milovanú sestru. A v duchu nech sa modlí každý za sestru. Távolból ide is szellemben imádkozzon a testvérnőért. Na fogadtú slovákul is imádkozok? Jo. Drahý Pane Ježišu, drága Úr Jézus, prosím ťa za drahú milovanú sestru, ktorú si tu vykúpil svojou krvou. Kérlek a drága testvérnő, akit kivásároltál a drága véred által. Aby si ju zosilnil na duchu. Hogy megerősítsd őt a lelkedben. Aby žiadne klamstvo. Hogy semmilyen hazugságok. A duch toho klamstva. És annak a hazugságnak a szelleme. Aby sa nedotýkalo v jej živote. Hogy ne érintse meg az ő életét. Žiadny strach. Semmilyen félelem. Ani duch strachu. Sem a félelemnek a sa szemele. Nedotýka drahej milovanej sestry. Nem érinti meg a drága testvérnőt. Lebo je vykúpená drahou krvou. Mert ki van vásárolva drága vérem. Ďakujem, že ju obklopuješ. Köszönöm, hogy körbeveszed. A nepriateľ sa nedotýka. És nem érinti az ellenség. Mocno mene Pána Iša Krista. A hatalmas nevében Jézus Krisztusnak. A prosíme ťa o milosť toho és druhého. Kérünk annak a másik emberért kegyelmet. Pokušenie. Akihoz a, od ktorého prichádza to pokušenie, akitől jön a megpróbáltatás. Udel mu milosť. Adj neki kegyelmet. Pokoru. Alázatot. A nech každý jeden nečistý duch, és minden egyes, ktorý pôsobí, tisztátalan lélek, ami nech vychádza, odchádza z toho človeka. Hogy jöjjön, menjen ki abból az emberből, tűnjön el. Každá tá agresia. Minden agresszió. Nech je zlomená v jeho živote. Meg legyen törve annak az embernek az életében. Mene Pána Iša Krista. Jézus Krisztusnak a nevében. Pokora. Alázat. Milosť. Kegyelem. Dobrota. Jóság. Pokánie. Bűnvallás. Nech vchádza do jeho života. Jöjjön be az ő életében. Skrze Pána Iša Krista. A Jézus Krisztuson keresztül. Drahá sestra, buď požehnaná. Kedves testvérnő, legyél áldott. A maj víťazné boje. És legyenek győzelmes slávu Pána Iša. Jézus Krisztus dicsőségére. Menje Pána Iša Krista. Jézus nevében, amen. Amen. Môže sa. Dobre. Prosím, aby ste sa aj modlili naďalej za drahú milovanú sestru. Kérlek, hogy továbbra is ezért a kedves testvérő imádkozzon. Roky prešla rozličnými trápeniami. Éveké különféle szenvedéseken ment keresztül. Ale má víťazstvo. De van győzelme. To, že medzi nami, to je milosť. Úgyhogy ez közöttünk egy nagy kegyelem. Ďakujem. Köszönjük. Kdo by ešte niekto chcel potreboval modlitbu, aki még szükségeltetik, azért imádkozni fogunk. Dobre, poď, brat. Postavme sa, bratia a sestry. Álljunk föl, testvérek. Dobre, povedz. Mám jednu prosbu na vás. Van egy kérésem hozzátok. Mám jeden handicap. Van egy... Mám problém so sluchom. Handicap. Korlátozásom, a hallásom korlátozott. Nevadí mi, keď pri rozhovore s vami vás nepočujem dobre? Nem. Až tak? Nem hallak eléggé jól benneteket. Nem zavar közben, hogy nem ale hallak rendesen, de... Ten problém mám s manželkou. Ez a probléma feleségemmel viszont ez ona a probléma. Ona má veľmi dobre počuje. Neki nagyon jól hallása van. A ja... Mne sa to nedarí. És nekem ez nem. Mám s tým problém, už sa to ťahá dlhé mesiace a aj roky. Már, most már hónapokig, évekig tart. A už neviem, či sa zle modlím, či si niečo držím, alebo nem proste tudom, tartok-e valamit ma to magamnak, trápi. Vagy nem jól imádkozok, de bánt ez engem. Vyslal som poprosiť o modlitbu, o uzdravenie. Kérem ezt a gyógyulásért, az imádkozást. Elfogadom az igazságot. Vystrite si prosím vás ruku a modlite sa. Za drahého brata, my sa pomodlíme. Dobre. Drahý Pane Ježišu. Drága Úr Jézus.
Ďakujeme za drahého brata. Köszönjük a drága testvért. Že dostal tú tvoju lásku do srdca. Hogy megkapta a szívébe a te szeretetedet. Dostal aj milosť. Kegyelmet is kapott. A svedectvá. És bizonságokat. Na tvoju slávu. A te dicsőségedre. Panišu, prosíme ťa za to. Kérünk téged, Úr Jézus, azért. Mocnom tvojom mene. A hatalmas nevedben. Aby všetko to, čo je pokazené. Minden, ami elromlott. Čo nefunguje. Ami nem működik. Čo je choré. Ami beteg. Buď v zdraví. Légy egészséges. Alebo v vzťahoch. A kapcsolataidban. Nech je odstránené práve teraz. Legyen eltávolítva épp most. Mene Pána Ježiša Krista. Az Úr Jézus Krisztussal. Všetko, čo nie je zdravé. Minden, ami nem všetko, čo nie je od Ducha Svätého v jeho živote. Van a te v jeho manželstve. A te házasságodban. A kapcsolataidban. V ušiach. A füledben. Všade. Mindenhol. Nech je práve teraz. Éppen most. Mocno mene Pána Ježiša Krista. Hatalmas nevében Jézus Krisztusnak. Odstránené Duchom Svätým. Így Szentlélek nevében. Ďakujem ti, Pane Ježiš, že odstrániš všetko to. Hogy eltávolítottál mindent. A prosíme ťa za to, aby mal dobré vzťahy. És kérünk téged azért, hogy aby mal lásku k manželke. Legyen szeretete a aby manželka mala lásku. Hogy a feleségének aby is legyen Božia szeretete. Láska tam prekvitala v tomto vzťahu, Pane Ježišu. Hogy az Isten szeretete ott gyümölcsözzön az aby életet. Si dobre rozumeli. Hogy jól megértsék. Jeho uši, aby boli otvorené v mene Pána Ježiša Krista. A Jézus nevében, hogy a fülei nyitva legyen. A všetko to, čo bránilo v jeho ušiach, na to dobre počuje. És minden, ami fékezte a hallását je odstránené práve teraz skrze Ducha Svätého. Jézus nevében elvá mene Pána Ježiša Krista. Jézus nevében, hatalmas nevében. A prosím ťa za to, kérlek azért, aby jeho srdce, hogy az ő szíve, počulo od teba, Pane Ježišu. Halljon rólad. Od teba, Pane Ježišu. Tőled. Ďakujem, že mu dáváš počujúce srdce. Köszönöm, hogy a szíven keresztül hallást adsz neki, ami nyitva van. Pre mnohých ľudí. Sok ember számára. Ďakujeme, Pane Ježišu. Köszönjük, že si uzdravil všetko v tomto vzťahu. Hogy mindent meggyógyított ebbe a kapcsolatban. Dal si spoločnú reč. Közös nyelvet. Spoločné načúvanie. Közös hallást adtál. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Na tvoju slávu. A te dicsőségedre. Pane Ježišu Krista, amen. Jézus Krisztus nevében, amen. Prijímaš túto milosť? Elfogadod ezt az áldát, kegyelmet. Naďalej sa modlite, prosím vás, za brata, ktorý si otvoril srdce pred nami. Imádkoztatok ezért a testvére, aki kinyitotta előttünk a szívét. Nie preto, aby tu povedal nejaké správy. Nem azért, hogy valami híreket mondjon itt. Ale sme zodpovední od dneska sa za ňou modliť. Felelősek vagyunk egymásért most. Mnohí z vás sú tu modlitevníci. Sokan közületek itt nagy imádkozók. Nech sa páči, podrám, sestra. Tessék, parancsol. Tak, drahí bratia a sestry, ja som vlastne prišla kvôli môjmu vnúčikovi hlavne. Kedves testvérek, én a unokám miatt jöttem elétek. Alebo predtým som počúvala kázne brata Čongora, ktorý tiež mal deti s problémami s vyprázdňovaním zo stolicou. Mert Csongortól is hallottam régebben bizonságot, amikor kicsik voltak a gyerekei, hogy neki is volt problémája a gyermekeknek, a gyermekeinek a széklet ürítéssel. Tak môj 3,5 ročný vnúčik Alexko prestal sa vyprázdňovať, má strach z toho veľký. A 3,5 éves kis unokámnak a megállt ez a székletelés, és nagyon fél, és nem akar széklet menni. Takže teraz už je len na čípkoch a má csak a kúpokra tud. Tak by som vás poprosila o modlitby, kérlek aby sa zbavil, aby ho Pán Ježiš zbavil toho ducha strachu. Kérlek titeket ezért a imádkozásért, hogy megszabaduljon ettől a félelemtől, a széklettől. Postavme sa. Prosím jedného brata alebo sestru, ktorý by vyšiel tu a modlil sa. Vagy egy testvérnőt kérlek. My sme sa už spoločne modlili s drahou sestrou. Imádkozni, én már imádkoztam a testvérnővel. Buď jeden brat, alebo sestra, gyerekek. Vagy egy férfi testvér, vagy egy nő testvér, jöjjön. Legyen szíves. Poď. Môžeš aj ty, poď aj ty. Poďte, vy sestri. Poďte, sestri, obid. Veľmi krátko, dobre, krátko. Röviden, jo, röviden. Haleluja, sláva tebe, drahý Pane Ježišu. Tak sa modlíme a odovzdávame Alexa
do Tvojich rúk, Pane, a ďakujeme, drahý Ježíši, že v ranách Tvojich bol Alex uzdravený. Modlíme sa, Pane, proti duchu strachu v autorite Pána Ježiša Krista. Práve teraz hovorím Tebe, Ty duch strachu, vyjdi, vychádzaš, odchádzaš v mene Ježiš Kristus a viac sa nevrátiš do tohoto telíčka. Uvoľňujeme Boží život, uzdravenie v mene Pána Ježiša Krista. Chvála a sláva Tebe patrí. Haleluja. Amen. Tak a ja sa pripájam, Pane Ježišu Kriste. Ďakujeme Ti za to, že Ty máš meno nad každé iné meno. A my vzývame Tvoje meno, Pane, aj nad týmto chlapčekom. Ďakujeme Ti za to, Pane, že Ty si porazil toho zlého, Pane, že Ty si zvíťazil aj nad týmto duchom strachu, Pane. A tak sa modlím, Nebeský Otče, za taký pokoj, ktorý je nad každý ľudský rozum, Pane, aj pre tohto chlapčeka, Pane, aby bol taký uvoľnený, Pane, do takého, Pane, aby naozaj vedel, Pane, sa tak uvoľniť, Pane, a tak úplne prirodzene, Pane, aby fungovalo aj to jeho zažívanie, Pane, tie črievka, aby aj ten strach odišiel, Pane. A tak ťa prosím, Nebeský Oče, aj za sestru, aby vedela, Pane, byť takým širiteľom pokoja, Pane. Aby ona vedela, Pane, tak v tichosti, v takom stíšení, Pane, aj rozprávať s ním a vedela prehovoriť k jeho srdcu. Tak sa modlíme, Pane, veríme Ti za Tvojho ducha, Pane, lebo ani silou, ani mocou, ale Tvojim duchom. Ďakujeme Ti za to, že v Tvojom mocnom mene, Pane, sa to deje. Na Tvoju milosť sa nadejeme. Ďakujeme Ti, že očakávame na Teba. Nadejeme sa celým srdcom, Pane, a príjmame to Tvojou milosťou, lebo Tvoje zľutovania sú aj dnes nové. A máme ku komu volať a Ty si verný Boh. Ďakujeme Ti za to, Pane Ježišu Kriste, že Ty si zvíťazil. Amen. Ťa chválim a ďakujem Ti, Oče nebeský, za Pána Ježiša, ktorého si nám dal, ktorý prišiel, aby zrušil diela diablové, aby sme mohli žiť v pravde a v slobode. Ďakujem Ti, Pán Ježiš, aj za tohto Alexka, že si si ho vyvolila, že Ty máš rád deti a že si aj za neho zomrel a zaplatil aj za toto a že je slobodný v Tebe. A Ti vyhlasujeme slobodu, Alexko. Buď slobodný od každého ducha strachu a ďakujeme, že sa chceš osláviť, Pán Ježiš, aj skrze naše tela a náš život. A nech je Tvoja sláva a nech sa šíri Tvoje svetlo a Tvoja moc a vplyv Tvojho mena na svete aj v tej rodine. Amen. Nech sa páči, posadíme. Posadíme si, bratia. Dobre. Dnešné zhromaždenie končíme. A mai gyülekezetet befejezzük. Modlíme sa za to, aby sme mali svedectvá. Imádkozunk, hogy legyenek bizonságaink. Modlíme sa za tých bratov a sestry, ktorí tu boli. Imádkozunk, akik itt voltak. Aby oni mali tiež svedectvá. Nekik is legyenek bizonságaik. Majte pokoj Boží. Legyen békességetek, Isten békessége. Dovidenia. Viszontlátásra.